A 70-es évek végén a romániai magyar könnyűzenei élet jelentős résztvevője volt a Garabonciás együttes. Jó 40 év után Csutak István az együttes alapítója immár új tagokkal egy új Garabonciást hozott létre. Friss erővel és lendülettel egy országos körutat is szerveznek, Játsszuk újra címmel, amellyel a 70-es évek magyar kulturális és zenei életét elevenítik fel. Az esemény média partnere a Mai Magyar Adás. A 70-es évek második felében Temesváron a főként műszaki egyetemistákból verbúválódott Garabonciás együttes rövid idő alatt az egyik legjobb romániai magyar zenekarrá vált. Népszerűségét a román televízió magyar adásának is köszönhette, hisz a szerkesztőség akkori zenei szerkesztője Borosz Zoltán felhozta Bukarestbe a fiatal muzsikusokat, és több stúdió felvételt is készített a Garabonciással. Nem véletlen tehát, hogy a Játsszuk újra körút első állomása Bukarest volt, hisz az itt szerzett ismeretek, ismerettségek, tapasztalatok nagy hatással volt a Garabonciás tagjaira. Ám a március elején a Petőfi házban tartott találkozón nem csak a Garabonciás múltjáról, jelenéről volt szó. Forró László a Román Rádió bukaresti magyar adásának szerkesztője, az est házigazdájaként a 70-es évek bukaresti kulturális életéről és annak országos kisugárzásáról beszélgetett a meghívottakkal. Csutak István a Garabonciás alapítója, Hászabó Gyula a Kriterion könyvkiadó igazgatója, Borosz Zoltán a Román Közszolgálati Televízió magyar adásának egykori főszerkesztője, és Rostás Zoltán szociológus, a Hét című heti lap, a rádió és a televízió egykori szerkesztője, érdekes és hasznos tényeket tártak fel azokból az évekből. Megtudhattuk, hogy hogyan, mi célból alakult ki Bukarestben a magyar értelmiségi elit. Hogy milyen szerepet játszottak a fővárosban működő magyar kulturális intézmények az egész romániai magyar művelődési élet fellendítésében a Ceausescu korszak utolsó két évtizedében. A magyarság megosztását területileg is elgondolta a kommunista pártunk. Ugye kezdte azzal, hogy Kolozsvár mellé fejlesztette Marosvásárhelyet, illetve megpróbált egymás ellen kijátszani, ami valljuk be, hogy némileg sikerült is, ezt a titkosszolgálati iratok is, meg egyéb emlékek is igazolják. Noha az önmagában, hogy Marosvásárhely végül is egy kulturális központtá nőtte ki, mert erősödött egyetemi város lett, az önmagában persze nem rossz. És akkor azt hiszem, hogy ennek lehetett a további folytatása, az az ötlet, hogy Bukarestet is felfejleszteni egy harmadik, tehát létrehozni egy harmadik pontot, amelyek egymást kioltsák nyilván ezzel az elképzeléssel. Látszólag a káder szempontból nagyon jól lett volna a Kriterion helyzete, világos, hogy Domokost, ahogy oda helyezik, ő egy Moszkvából jött, tehát frissen sztalinista eszmékkel fölvértezett ember kell legyen. Márpedig nem az volt, mert... Azt ugye sokat beszélt róla, egyik legkedveltebb tanára az a Paustowski, aki hát sok mindent el lehet róla mondani, de nem volt sztalinista, az biztos, és aki tulajdonképpen a polgári értékek tiszteletére, értékelésére nevelte az író palántákat. Hazajön Domokos, és sajtóban dolgozik, ifjú munkásnál dolgozik, tehát azért nyilván vezető posztjai vannak, helyeken van, de az igazi helye a Kriterion lesz, amikor nem csak az a lényeg, hogy jó szerkesztőkkel dolgozik, melléje fiatalokat hoz fel, ez egy kulcsmozzanat. Az előbb beszéltünk a tévéről, ott is, a Hét az teljesen új szerkesztőség, de ott is nagyon sok a fiatal. Tehát nyilvánvalóan egy bizonyító szándék, és ebben a szellemben nevelkedett munkatársi gárda, miközben nagyon erős kapcsolatai vannak, nyílt természetesen az erdélyi magyar kultúrával is élettel, másképp hát abból élnek, és akkor ennek következtében alakul ki az a helyzet, hogy tulajdonképpen nagyon erős intézmények működnek, a Kriterion esetében ugye azt kell ilyenkor elmondani, hogy tulajdonképpen az első autonóm intézménye volt annak a korszaknak, amennyiben ez nem tűnik abszurdnak, hiszen kisebbségi kiadó, egy kisebbségi ember irányításával. Való igaz az, hogy mi már akkor éreztük, hogy nekünk jobb a helyzetünk. Nem csak azért, mert a Kritériumnál is, meg a Hétnél is lakást adtak a televíziónál, nem. Ott nem volt. De világos volt, hogy sokkal többet engedhetünk meg magunknak,
de tartalmi szempontból is, hogy itt volt a Bukarestben a szerkesztőség, ott persze külvidéki tudósítós, de a főváros nemzetközi rangú eseményeire is rá tudtunk figyelni, és gyakorlatilag mi láttuk el az erdélyi magyarságot korszerű társadalmi ismeretekkel. Ez egy rendkívül fontos dolog, és azon kívül, mert végül is ismerjük el, ezek nem szakfolyóiratok voltak, a TET-nek volt ilyen jellege, de nem volt, és tulajdonképpen egyfajta kulturális hangulatot és szintet jelentett a bukaresti sajtó. Te idejé beértem a művelődést, nem csak a hetet, a ifjú munkást is bizonyos periódusban, úgyhogy a kritérium az valóságos tudományos műhelyiből. Az igazság az, hogy az utóbbi 25 évben a 89 előtti időszakról csak viszonylagos információk jutottak át a sajton keresztül, például, vagy a filmeken keresztül, és a negatívumok azok voltak kihangsúlyozva, abból volt elég a diktatúra idején, de meg kell mondani, hogy akkor is emberek éltek. Az emberek tudomásul vették, hogy egy abszurd világban élnek, de megpróbáltak normális életet élni. A román televízió magyar adása az egész különleges szerepet vállalhatott magára. Az, hogy az adás értékeket közvetíthetett, annak a kulcsa az adásnak a szerkesztőségnek a vezetője volt, az ő személye. Teljesen nyitott volt Bodor Pál minden olyan kezdeményezésre, ami mögött értéket, értékteremtést vagy értékmegőrzést érzett, és kiharcolta a maga módján, tehát családi kapcsolatai is segítették ebben, kiharcolta, hogy nagyon komoly költségvetése legyen legalábbis 6-7 évig a szerkesztőségnek. Ezen kívül egy kicsit szabadabb, lezserebb hangulat volt, nem annyira a szerkesztésben, az adásban, tehát több mindenről lehetett beszélni délutáni adás lévén, mint ugye a nagyadó. Csak azt lehet, hogy tudták, lehet, hogy nem tudták, vagy nem vették figyelembe az elvtársak, hogy nagyon sokan nézték a magyar adást, nem csak magyarok, hanem románok is, és mi pedig örültünk, hogy azok az értékek, amiket felmutattunk, azokat nem csak a magyarok, hanem a románok is megnézhették. Ti akkor fiatalként, egyetemistaként mit láttatok, amikor Bukarestbe jöttetek, mit jelentett nektek ez az idő és az a világ? Nyilvánvaló, hogy országos ismertségre a bukaresti magyar kulturális elit és az intézmények, a bukaresti magyar kulturális intézmények segítségével, támogatásával tettünk szert. Ám sok szempontból ugyanazt éreztem, amit Temesváron, túl azon, hogy rám csodálkoztak, hogy jé, Petrozsinyi is így beszél magyarul, de kézről kézre adtak, fényeztek, politúroztak, elvittek a Kápsába, elmesélték a Kápsa történetét, elmesélték a Sugárút történetét, minden szerkesztőségbe elvittek, hogy tudjuk, hogy melyik szerkesztőségbe ki van, hol van, tehát ami egyszer ettől az akkori magyar kulturális elittől nem elvárható volt, hanem elképzelhető volt, tudatosan vittek, pátyoltak könyváruházba, mindenhova. Tehát ilyen szempontból számomra nem volt meglepetés, mert én ezt már Temesváron átéltem, de nyilvánvalóan, hogy akkor csak éreztük, hogy szívjuk magunkba az ismereteket, tanulunk. Boros Zoltán például minden felvétel után
mikor kifújtuk magunkat, akkor leült és elmondta, hogy hát ő mit csinált volna másként, vagy mire vigyál, hova tegyük a hangsúlyt. Ha magyarul akarunk énekelni, akkor azt hogy énekeljük. Nagyon finoman, nagyon udvariasan, egyik sem mondta azt, hogy tanuljatok megírni, olvasni magyarul, vagy énekeljetek, de elmondhatatlanul sokat kaptunk ettől az ismétlen bukaresti magyar kulturális elittől, amelyik olyan intézményeket hozott létre, és olyan, úgy viszonyult mindenhez, ami romániai magyar, hogy mindent lefedett. Tehát nem volt klikkezés, vagy legalábbis mi nem láttuk. A mostani országos körúton azt szeretnénk, hogy úgy, ahogy itt ma este Bukarestben, nyilván nem fogjuk mindenhova ezeket az embereket elvinni, vagy nem tudjuk elvinni, de helyi újságírókkal, olyanokkal, akik emlékeznek azokra az évekre, azokról az évekről beszélni, arról, hogy ott hogy csapódott le a televízió magyar adása, a Hét, a Művelődés, az Ifjú Munkás, a Kriterion könyvek, tehát ezt az évet erre szánjuk, hogy ezekről az időkről beszéljünk, és közben hát mondjam úgy, hogy teszteljük önmagunkat, hogy bírjuk-e fizikailag, illetve reméljük, hogy annak a közönségnek, aki egy ilyen műsorra bejön, az új dalaink is tetszenek, mert tulajdonképpen újak annyiban, hogy most születtek, de nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne a között, amit akkor csináltunk és most csináltunk. Az est második felében az új tagokból összeállt garabonciás Wandering Magicians együttes régi és új garabonciás dalokat játszott.